Sziasztok! Épp megyek a boltba nyalókát venni az indexképhez, viszont aki követi a csatornámat, az tudja, hogy én minden évben szoktam csinálni egy figyelemfelhívó kampányt. És mindig pont ilyen ősz, tél, tavasz, nyár környékén szoktam elkezdeni, és ugye tavaly arról csináltam videósorozatot, hogy olyan emberekkel készítettem interjút, akik annak ellenére lettek sikeresek, hogy gyerekkorukban csúfolták őket. Előtte a kutyamenhely volt, azelőtt a kerekesszékes, tehát mindig próbálok valamire felhívni a figyelmet, és arra gondoltam, hogy idén azt fogom folytatni, amit az előző videóval elkezdtem. Ez a ne küldjél magadról pucér képet kezdetű kampány. És ebben a videóban kicsit másról lesz szó, de van szerintem a nézők közül olyan ember, aki meglátta a címet és már tudja, hogy mi van. Valaki még csak pedzegeti. Mind a kettőjüknek igaza lesz, de akkor inkább főcím. Híres ember, első ezen a néven. Igen, nem véletlen a dal, ami most a főcím lett, és erről szeretnék mesélni. Ugyanis ezzel a dallal a 2000-es évek elején ismerkedtem meg, akkor még így a videó így terjedt így egymás között, és így tök szerettük, tök hallgattuk, és amikor csináltam ilyet, hogy három kedvenc dalom, akkor köztük volt ez, meg azt hiszem a japán Queen feldolgozás, és nem is tudom, hogy mi volt a harmadik. A lényeg az, hogy ez a dal ez ilyen mémmé vált. Akkor még ugye nem létezett a szó, hogy mém, vagy nem ismertük, nem használtuk, de ez az volt. És a lényeg az, hogy sose gondoltam bele abba, hogy ennek a dalnak miről is szól valójában a szövege, és mi is a célja ennek a dalnak. És egy nagyon-nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartom, csak valahogy félrement. Az a baj, hogy borzasztóan jó az alapötlet. Jó az, hogy fiatal kislányoknak fölhívjuk a figyelmét arra, hogy mit ne csináljanak, és hogy mennyire szép az élet, és mennyi sok jó dolgot lehetne csinálni az életben, ahelyett, hogy belemész a rosszba, és ezt ilyen divatos popzenén keresztül mutatjuk meg a fiataloknak. Gyönyörű a kezdeményezés, nagyon tetszik, nagyon mellé ment, borzasztóan mellé ment, és az van, hogy igazából egy ilyen, hát, ilyen trash tartalom lett belőle, egyrészt azért is, mert ugye a YouTube-on nem lelhető fel jó minőségben, sőt, még a dalszöveg sem lelhető fel sehol, legalábbis én nem találtam meg, úgyhogy, és arra gondoltam, ami hasonlót kellene csinálni, egy olyan dalt, ami mondjuk azt közvetíteni, amit ez a dal szeretett volna, csak valamiért nem jött be neki. Úgyhogy ezt lehet, hogy meg fogom csinálni, bár én ugye nem a divatos popzenében mozgok, tehát én valószínű a réteg zene, underground metal stílusban fogom ezt a dalt feldolgozni, ami mondjuk 2-4 embert ér el maximum, de szerintem ezt nem nekem kéne megcsinálni ezt a videót továbbra sem, vagy ezt a dalt, körbenézek, hanem olyan popzenei előadóknak, akikre többen hallgatnak. Tehát ahogy az előző videómnál közöltem, hogy ezt mondjuk a Markó Rebekának is társainak kéne megcsinálni, úgy ennél is közlöm, hogy ezt a dalt mondjuk nem nekem kéne előadnom, hanem olyan, mert nem ezt a dalt, hanem ilyen üzenettel rendelkező dalt, hanem olyan zenészeknek, akiket mondjuk hallgat is a célközönség, a 12-14 éves lányok. Úgyhogy viszont arra gondoltam, hogy nem szeretném, hogy ez a gyöngyszem feledésbe merüljön, és nem szeretném, hogy elvesszen az az üzenet, amit ez a dal át szeretett volna adni. Úgyhogy megkértem Havasi ember barátomat, aki szavaló verseny nyert általános iskolában, és bár most már nem szaval annyira szépen, és nincs olyan angyali hangja, mint akkor volt, de még mindig kiváló módon olvas fel verseket, úgyhogy megkértem őt, hogy mondja el ezt a verset. Úgyhogy ajánlom nektek, hogy hallgassátok meg, értelmezzétek a szöveget, terjesszétek az igét, és iratkozzatok fel a Részvény Társaság című csatornára, amit a Havasival ketten csinálunk, és soha nem reklámozom be, úgyhogy most bereklámozom. Sőt, erre a csatornára is iratkozzatok fel, meg lájkoljatok meg, amiket ilyenkor el kell mondani, és akkor hallgassuk együtt Havasit, én már nem jövök vissza,
hanem csak a vége főcím, ami egyértelműen a Baby Lady-től a Ne fogadj el idegentől édességet című műremek lesz. Szevasztok! Baby Lady, ne fogadj el idegentől édességet. Bús ifjú magányban, oly sokféle vágy van, kínálkozik út, melyik szép vagy rút, ki tudja, hogy kíváncsi vagy, minden úgy izgat, nem hagy. Mi is így vagyunk, ezért el nem hagyunk. Ez az életünk, amíg felnövünk, és a kísértés állandó. Mégis higgy nekünk, egy út lehet, csak a jó. Ne fogadj el idegentől édességet, mi vagyunk a barátod. Inkább gyere, táncolj velünk, itt az élet, reméljük, hogy belátod. Ne fogadj el idegentől édességet, fogadd meg a tanácsot. Rosszat akar neked, úgy tesz, mint ki szeret. Reméljük, hogy belátod. Mert rossz volt a leckéd, félsz anyád majd nem véd, megint csavarogsz. Hazamenni rossz, figyelj ránk, mert gyakran jön bajtárs. Ne légy naív, és jól lásd, nem ő a barát, csak a bajban ver át. Ez az életünk, amíg felnövünk, és a kísértés állandó. Mégis higgy nekünk, egy út lehet, csak a jó. Ne fogadj el idegentől édességet, mi vagyunk a barátod. Inkább gyere, táncolj velünk, itt az élet. Reméljük, hogy belátod. Ne fogadj el idegentől édességet, fogadd meg a tanácsot. Rosszat akar neked, úgy tesz, mint ki szeret. Reméljük, hogy belátod. Elmentem az indexképhez nyalókát venni. Bevásároltam tele a hátizsák, szerintem nem is kell folytatnom a sztorit. Mindenki tudja. Mindent vettem, csak egy dolgot nem vettem. Úgyhogy az indexképen nyalóka szerepel, az annyit jelent, hazafele a házunk alatt még nyitva találtam a boltot, és volt nyalóka. Ha nem szerepel nyalóka az indexképen, akkor az annyit jelent, hogy hazafele a boltunkat vagy nem találtam nyitva, vagy nem volt nyalóka. Abban az esetben viszont a videó elején értelmetlen lesz, hogy elmegyek a boltba nyalókát venni, és nem fogjátok tudni, de miért akarsz nyalókát venni? Akkor most megtudtátok. Megint csavarok, hazamenni rossz, figyelj rám!